Utolsó közös sétájukat teszik meg az iskolában a Szent István Sportiskolai Általános Iskola végzősei. A koronavírus járvány a ballagási ceremónia szabályait is átírta, így a két végzős évfolyam két külön időpontban búcsúzhatott el az iskolától. Először az A-osztály ballagott el, szüleik, tanáraik társaságában zárták le az iskolában töltött utolsó évüket. Az ő ünnepségüket követően pedig a B-osztály ballagását tartották meg. A menetrend ugyanaz volt náluk is, az eddig évekhez képest szűkebb körben, de ugyanolyan örömmel sétáltak végig utoljára az iskolájukon. Az udvaron Kovács János igazgató mind a két osztályt külön köszöntötte. Beszédében elmondta, a ballagáshoz mindig kapcsolódik egy kis bizonytalanság és szomorúság is. A bizonytalanság azért, mert itt nálunk biztos hátteret, jól ismert körülményeket tudhattatok magatok mögött, és magatok körül. Most az ismeretlen felé indultok. Már tudjátok az intézmény nevét, ahová mentek, de hogy ott mi vár rátok, még nem nagyon. Szomorúság is kapcsolódik a szóhoz, mert az iskolai ballagás mindig búcsúzás is jön. A ballagás keretében a végzős évfolyam átadta az iskola zászlóját az őket követő évfolyamnak, hogy ők vigyázzák tovább azt. Ezt követően mindkét osztályban a tanulók megkapták osztályfőnöküktől bizonyítványaikat, majd utoljára még egyszer végig ballagtak az udvaron. Tolnai Gergő, az A-osztály tanulója azt mondja, nagyon fog neki hiányozni az iskola, de konkrét tervekkel vág neki a jövőnek. Gépészmérnök szeretnék lenni, és Asszódra fogok járni a Petőfi Sándor technikumba. Gergő osztálytársa Dorina is nagy célokat tűzött ki maga elé. Itt a Széchenyibe fog tovább tanulni. Ezt egy alapszakmának szeretném tanulni, úgy vitára fogok menni, majd utána szeretnék még végzettségeket. A hagyományokhoz híven a végzősök a ballagás zárásaként az iskola előtt még utoljára összeálltak egy közös osztályképre.